alig 2 hónapja nyerte meg a Miss International Hungary szépségversenyt az újpesti Kozma Klaudia. A 21 éves szépség a győzelemért járó korona és a dicsőség mellé egy nem könnyű feladatot is elnyert. Győzelmével ugyanis jogot szerzett, hogy Japánban képviselje Magyarországot a Miss International szépségverseny döntőjében. A szőrőszívű zsűri döntése alapján végül a több mint 60 indulóból a 20. helyen végzett, de a japán férfiak őt látták a legszebbnek. Claudia napokban tért haza a felkelő nap országából, élményeiről beszélgettünk. Hát üdvözöllek nálunk, most is ugyanolyan szép vagy, mint Japán előtt. Köszönöm szépen. Claudia drága, buta lesz az első kérdés. Ugyan pontosan tudjuk azt, hogy ez egy szépségverseny volt, de láttál valamit Japánból? Láttam, de nem sokat igazából. Pontosabban állandóan mászkáltunk jobbra-balra, és úgy Japánt magát nem láttam. Csak múzeumokat, ugye, meg a gyerekekkel voltunk, jobbra-balra mentünk velük, és így magát, Japánt nem teljesen láttam. Viszont Okinawát láttad. Okinawát láttam. Igen, Okinawát láttam, és nagyon-nagyon szép sziget, gyönyörű sziget, és nagyon szép tengerpartja van. Fürödtél is a tengerben? Igen, de nem sokat. 2 óránk volt összesen ez alatt, a 3 hét alatt fürödtünk. Akkor elég feszített volt a programotok. Igen, de akkor kikapcsolódtunk nagyon. Hát ha már itt vagy, beszéljünk a versenyről, mégiscsak egy nagy nemzetközi világverseny volt. Hány országból érkeztek lányok, szépségek? Összesen végül, ha jól emlékszem, 72 ország jött el. Volt, aki az utolsó 2 hétre jött el, az izraeli lány, ő az utolsó 2 hétre jött csak, és nagyon sokan voltunk. Most, hogy mondod, hogy az utolsó 2 hétre, meddig voltál kint? Összesen 3,5 hetet, majdnem egy teljes hónapot. Hogy bírtad? Hát az elején nagyon nehezen, az első hetem kicsit morcos is volt emiatt, de utána felélegeztem, és minden jó volt. Ott az a verseny előtt össze voltatok zárva a lányokkal? Össze. Felkészülés volt? Volt. Az utolsó hét ez végig azzal telt el. Reggeltől estig próbáltunk. Főpróba volt végig. Az azért érdekes lehet, amikor a lányok méregetik egymást. Hú, neked milyen cicid van. Hú, az ő feneke lehet, hogy kerekebb, mint az enyém, de én szebben mosolgok, a hajam meg sokkal jobb. Volt favoritod? Favoritom? Volt. A spanyol lányok nagyon szépek, viszont nem túl természetesek, de nagyon szépek. Itt a beszélgetés előtt említetted, hogy furcsaságokat is láttál a lányokon, ugye nem biztos, hogy mindig a természet győzedelmeskedett rajtuk. Igen. Hát a lányok többsége, ugye, mint ez egy szépségverseny, nem túl természetes volt, itt-ott meg voltak műtve, póthaj és minden egyéb volt, de összességében szépek voltak. Jut eszembe nem kritérium, nem kizáró ok, hogyha valaki szilikon cicikkel, szilikon popsival jelenik meg egy ilyen szépségversenyen? Nem, ez megengedett. Egyedül az, hogy nő legyen, és ne legyen átoperálva. Volt szexvizsga is? Nem volt, de ez az egy kivétel van, és hajadon legyen, és gyermektelen. Amikor láttad az ellenfeleket, hát idézőjeles ellenfelekről beszélünk természetesen, milyen esélyt adtál magadnak? Én nagyon szerettem volna ugye bekerülni a legjobb 15-be, ez volt lényegében a célom, vagy hogy valamilyen külön díjat elvigyek, viszont ez nem sikerült, de vigasztalt engem az, hogy a japánok ott kint, bármikor találkoztunk velük, mindig mondták, hogy numero van. Ezt úgy mondogatták sokszor, és ez nagyon jól esett. Szerinted mind múlott az, hogy ugye tudjuk, hogy 20. lettél, 20. helyen végeztél, dicséretes teljesítmény. Mind múlott szerinted, hogy nem tudtál a fináléba kerülni? Hú, hát nagyon sok minden múlott, de röviden is tömörem. A véleményem szerint nem mindig a szépség számít egy szépségversenyen sem. Kik voltak a zsűriben? A zsűri nagy része 90%-ban japán zsűri volt. És... Hát akkor várjál, bocsánat, közbe kell vágnom. Azt mondtad, hogy a japánoknál azt mondták, hogy a numero one, az első a Hungary, meg mit tudom én, akkor hogy nem kerültél döntőbe? A zsűrivel én nem találkoztam. Én civil emberekkel találkoztam, és ez az ő véleményük volt. A zsűrivel nem találkoztam, ugye a zsűri véleménye meg
az volt, hogy a japán lány nyerjen. Hát hazai pálya előnye. Igen. Talán. Szép volt a japán lány? Exotikus vagy érdekes? Érdekes. Inkább érdekes. Érdekesnek mondanám. Itt, hogyha Európában rendeznének egy ilyen versenyt, vagy talán Magyarországon, hol végzett volna a japán kislány? Véleményem szerint elég fotogén volt, és el is vitte a fotogén díjat, de szerintem nem jutott volna be a 15-be. Az én véleményem szerint nem. A te véleményedet akceptáljuk természetesen, és elfogadjuk. Kint voltatok több hétig. Milyen nyelven folyt a kommunikáció? Hogyan tudtátok megértetni egymást a zsűrivel, bocsánat, a felkészítőkkel és a szervezőkkel? Különböző csoportokban voltunk, összesen volt 5-6 csoport, és egy főbe körülbelül 10-15 darab lány volt, és kettesével voltunk egy szobában, én az olasz lánnyal kerültem egy szobába szerencsémre, mivel ugye olaszul egész jól beszélek, így vele nagyon jól meg tudtam magam értetni. A csoportvezető pedig kicsit beszélt olaszul, és amúgy angolul beszéltek mindenkivel, és szerencsémre sikerült meg magam teljesen mértékben megértetni angolul is, és mindent megértettem, szóval nem volt problémám. Volt kint segítséged innen Magyarországról, vagy egyedül mentél ki, mint a kis ujjad? Egyedül mentem ki, viszont tudtam anyukámmal és párommal tartani a kapcsolatot, és ők nagyon sokat segítettek, mert voltak nehézségeim is, mert Joyce programmal kapcsolatban kellett írni különböző szövegeket, ami elég hivatalos szöveg, ugye, és annyira... Ezt megmagyaráznád, mert ugye mégiscsak az újpesti televízióban vagyunk, és ez a kifejezés nem egészen magyarul hangzott el. A JOYCEF az egy nagy világszervezet, aki a gyerekekkel és a hátrányosabb helyzetű nőkkel foglalkozik, és ezzel kapcsolatban volt egy programja ennek a versenynek, és arra kellett mindenkinek írnia, hogy a saját hazájában mit tenne a JOYCEF programmal, hogy segíteni a gyerekeken, illetve a hátrányosabb helyzetű gyerekeken, illetve nőkön. Ugye? Tehát itt a szépség mellett a komolyságra is igen, adtak. Igen, az mindennapos volt, mindennapos ilyen programjaink voltak, ami így ezzel a világszervezettel és a UNICEF világszervezetével is foglalkozik. Ha már a versenyről beszélgetünk, az előkészületekről azért nekem árulj el valamit, mert ugye itt látjuk a bejátszón, hogy vonulnak a lányok, pózolnak, jönnek, egy koreográfia volt. Mennyit kellett gyakorolnotok? Hát az utolsó egy hétünk tényleg arra ment el. Azt úgy kell elképzelni, hogy reggel 8-9 órától kezdődően egészen este 10-11 óráig próbáltuk. És ez így mindennapos volt. El voltatok zárva a külvilágtól? Az utolsó egy héten igen. Az utolsó egy héten teljes mértékben, mivel csak próbák voltak, színpadi próbák, meg mindenféle próba, akkor teljesen. Férfiak nem tudtak be slisszanni a próbán? Nem a szállodában. A szálloda is teljesen el volt zárva. Egy-két lánynak a családtagja jöhetett be, akik ugye ki tudtak utazni Okinawára. Azt akartam az előbb kérdezni, de inkább azt kérdezném meg, hogy ez a 20. hely, mint olyan, mint mondtad, nem kerültél a döntőbe a 15. az első 15-be. Ha belenézek a szemedbe, azért csalódott vagy? Nem vagyok csalódott, de reménykedtem abban, hogy számít a természetes szépség. Mit jelentett volna akkor, hogyha 15-be vagy? Hát... Nagyon örültem volna neki, az biztos, és szerintem elismertebb lennék Magyarországon is ezáltal. Hú, ez egy magas labda. Itt hát te megnyerted ugye a Miss International Hungary szépségversenyt. Csak nem azt mondod, hogy nem foglalkoztatnak, nem ismernek azóta? Nem ezt mondom, viszont azért mégis, hogyha a 15-be bekerül az ember, mint magyar lány, ugye még nem nagyon került be a legjobb 15-be, azért jobban felfigyelnek rá szerintem. Ugorjunk egy kicsit. Jó. Versenyeztetek, dolgoztatok, de ugye nem csak versenyeztetek. Hallottam azt, hogy a japán gyerekeknek a kedvence voltál. Hát mivel érted ezt el? Hát jó, a gyerekek, hát mondtam én. Valaki mosolyog rájuk egyet, aztán hú, ezt nagyon, nekem ez a kedvencem. A japán gyerekek nagyon-nagyon aranyosak,
És nem tudom, szerintem a kisugárzásommal, mert nem is az, hogy én mentem oda hozzájuk inkább, hanem ők szaladtak oda, hogy fényképezkedni szeretnének. Illetve nagyon aranyosak voltak, autogramokat is kértek, és ott különböző ajándékokat nyerhettünk tombolán, volt olyan programunk is, és én azt mindig nekik adtam, és talán lehet, hogy ezért, de nagyon aranyosak voltak. Te Claudia, annak idején, amikor én óvodás voltam, az hát nem ma volt, hanem tegnap előtt, Covingtont is kéne szednem, hogy emlékezzek rá, de azt tudom, hogy én gyerekkoromban baromi szerelmes voltam az óvónénibe. Itt valamelyik kis japán kisfiú nem mondta azt, hogy elvesz feleségül? Nem mondta, és nem is tudtam volna igazából megérteni, mert ugye ők csak japánul beszélnek, de volt egy-két szégyellős kisfiú, szóval lehetséges. Te is, ha már erről a kisfiúkról beszélünk, beszélünk a nagyfiúkról. Milyenek a japán férfiak? Nem az én eseteim, de nagyon kedvesek, és nagyon aranyosak. Mindenki kint nagyon kedves volt, és tisztelettudóak, ami számomra előny. Hát az nagyon fontos dolog, hiszen Japánban azt hiszem földig hajolnak, nem csak a hölgyek előtt. Igen? Nekünk is kellett, igen, úgy is volt a köszönésünk. Mindenkinek hajolgatni kellett, de tetszett. Mennyivel lettél gazdagabb ezután a japán túra után? Hát nem sokkal, az anyagiakra gondolok természetesen. Nem, sokkal megerősödtem érzelmileg is, úgy érzem, és nagyon sok tapasztalatot szereztem, sok minden téren ugye utazhattam, ami nekem jó, mivel ez volt életem első utazása külföldre. Igen, és egyedül volt. Szépségversenyen sem vettem ugye részt, csak ezen az internationalen, és ez egy nagy érdem, hogy ott én kint lehettem. Milyen a japán kaja? Őszintén szólva nem ízlett. Próbálkoztam, de nem az én ízvilágom. Jobbra számítottam. Hát persze az olasz, ugye az olasz, igen, az otthon van, ne? Az olasz nyelv, olasz kaja azért. Igen, az olasz lánnyal kicsit meg voltunk lőve az ételterén, mivel neki is más az ízvilága, meg nekem is. Kevésbé voltak fűszeresek az ételek. Mm. Nem tanultál valami receptet? Nem a paradicsomlevesre gondolok. Nem, sajnos mi nem. Különböző csoportokra voltunk bontva, és pont a mi csoportunk nem jutott el a konyhára. Így nem. Hát a konyhára nem jutottatok el, viszont Japánból hazaérkeztél. Igen. Itthon vagy végre, nekünk, újpestieknek. Hogyan telnek a hétköznapjaid most itthon? Az hétköznapjaim most elég sűrűek igazából. Szerencsémre különböző fotózásokra is járok, a héten is fogok menni, de szeretném még pörgősebbé tenni. Akkor az a kérdés, hogy újra vállalnád, szívesen vállalnád újra a magyar versenyt és a nemzetközi versenyt, akkor ez nem jó kérdés. Jó kérdés, mert szívesen. Nekem még egy évig nem szabad jelentkeznem másik nemzetközi versenyre, viszont jövő után, két év múlva, meg szeretném próbálni még egy Miss World, Miss Earth, vagy egy Miss Universe. Hát nincs más hátra, akkor ehhez nagyon sok sikert kívánok. Nagyon szépen kitartást, köszönöm. Maradj szép, és maradj meg nekünk Újpesten. Nagyon szépen köszönöm, én hogy itt voltál nálunk. Én is nagyon szépen köszönöm.